És akkor egy újabb szuperprogram 21-ére, szóval még nem is mondhatják, hogy ütik egymást. Sűrű lesz a hétvége, igen. Fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk, jó, mert jó hogy reggelt. Egy hatalmas koncertre készültök majd Budapesten a Bazilika előtt, aminek már tartanak a próbái. Először még csillancsunk fel pár nevet, hogy kiket láthatnak ott. Hát a basszus gitáron Richard Bona, és ő fog velem énekelni, Miami-ből. Eldi Maola, gitáros New Yorkból, Mike Stern, lesz a másik gitáros szintén New Yorkból, Randy Brecker 13 Grammy-vel, világ legjobb trombitása fog trombitálni, Európa legjobb trombitásával, Till Brunnerrel, Bill Evans, a Miles Davis zenekar, Alpilo zenekarából fog szaxofonozni, Tony Carey lesz a billentyűs, a Hammond Norwich Blackmore Rainbow-jából, és itt az a nagy hihetetlen sztárparadé. Ez mennyire szól neked, és mennyire szól akár Magyarországnak is, mármint az, hogy összetudsz verbúválni egy ilyen szupergrupot, mennyire számít nekik az, és mennyire érzik azt, hogy a maga a projekt az egy mégis egy magyar téma, és magyar zeneszerző munkássággal és építő projekt, és egyáltalán Magyarország, mint helyszín Budapest, az mennyire vonzó a külföldi zenészek számára? Az én zenekarom, ez 30 éves most, úgyhogy ez már nagyon összeszoktunk, és 18 éve volt először, amikor egy este, amikor Peter Frampton volt a gitárosom, Jack Bruce gitáros, basszus gitáron, és akkor a John Lord, a Deep Purple, aki hemozott nálunk akkor, és a Greg Lake, az Amazon Lake and Palmerből, sajnos egyikünk sincs már köztünk, ők egy estén, a próba után azt mondták, te lesz itt egy pesti srác vagy, mi a lelki kötődése Bartók Bélához, és akkor a gyerekek a mikrokoszmosszal nőtt az ember az óvodába fel, tehát ez a mi DNA-nk magyaroknak, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és meg kellene csinálni a magyar képeket egyszer egy ilyen nagy rock suite-nek, és akkor pár héttel később Londonba összeültük így hármasba, zongorán elkezdtük az egészet, csak nem kaptuk meg a jogokat. És akkor azóta akartuk, hogy ha lejár a 70 éves időszak, akkor meg lehet csinálni, és akkor nekiláttunk 3 évezet, elkezdtünk rajta dolgozni, és most kialakult egy teljesen új koncepció, mert úgy érezzük, hogy a világjárvány az egy kihívás, egy globális kihívás az egész világra, és nekünk rockzenészeknek kell valamilyen szempontból meg kell fogalmazni a sötét alagút végén ezt a ragyogó fényt, a pozitív, és Bartók Billához nyújtunk vissza, elővettük ezeket a kottákat, amiket Londonban csináltunk a John Lord-dal és Greg Lake-kel, és összeültünk nálam a stúdióba, és összeállítottuk, és most fogjuk először színpadra vinni, aztán 24-én megjelenik lemezen és az egész világon, és az a címe, hogy Hungarian Pictures, de Utopia for Realists. Ugyanis ez egy utópia, az, hogy szóljon a zene az emberségére. És tulajdonképpen, amikor édesapám meghalt rákban, 16 éves voltam, ő így, hogy ezzel a mondattal hagyott engem az életnek nekiindulni, hogy fiam, ne álmodd az életedet, éld az álmaid. És ez az Utopia for Realists, és Bartók Bélához összenyúltunk, és sok-sok témáján, magyar népzenén alapítva kialakítottuk ezt a rock suite-et, és ezt mutatjuk be, ősbemutatója lesz most 21-én a Bazilika előtt. Mondtál egy nagyon szimpatikus mondatot egy interjúban a koncerttel kapcsolatban, hogy neked nem szokott lámpalázad lenni, de most van. Tényleg? Ez annyira nagy esemény lesz, vagy mitől más ez? Ezt én inkább úgy fogalmaznám, hogy bennünk mindig van egy bizonyos alázat a közösségünkkel szemben. És most tudjuk, hogy a legjobb darabot, amit itt csinálunk életünkben, visszük színpadra. És ez egy ilyen tiszteletteljes alázat, nem is igazán lámpalász, hanem az, hogy fogja ezt a közönség fogadni, hogy egy ilyen amerikai szupersztár bandával megcsináljuk, úgy érezzük, hogy így fogják Bartókot megérteni ma a mai fiatalság, Buenos Aires-től Tokióig, Shanghai-tól Los Angeles, New York-tól Londonig, és ezt így most hazahozni ezekkel az amerikai sztárokkal, ebben nem is inkább a lámpalász, hanem a tisztelet a közönség iránt, az alázat a zene iránt, a szóljon a zene az emberség szolgálatában, hogy megint összeálljunk, hogy megint összefüggünk, hogy ezt a világjárványt csak együtt tudjuk kézen fogva leküzdeni végül is meg a hatásait, és ez tulajdonképpen ennek a soundtrackje, tehát erre szól. Mennyire lesz ez befogadható, mert aki Bartókot azért... Kicsit elvon zene, nem a populáris műfaj része. Szokták azt mondani, hogy ő azért nem könnyű, tehát azért nem vele szokták kezdeni a zene megszeretni. Ti lazítjátok egy kicsit a... Hát írtunk hozzá a kislányommal egy-két dalt, meg a többiekkel, tehát vannak ilyen magyar népdalokra, és azért a magyar népdalok azok nem csak gyönyörűek, de azért könnyűek is. Azért az
azokon az alapokon írtunk egy sok olyan angol nyelvű dalt, amit persze elénekelünk így együtt, ami az egészet felkönnyíti, és ez egész egy ilyen két órás suite tulajdonképpen, amiben ezek a dolgok vannak. Ez nem teljesen idegen az amerikai zenészek, vagy a rock zenészek számára, Bartók például, ugye, főleg az Emerson Lake & Palmert említetted, ugye az Allegro Barbara egy óriási sikerük volt, már a 70-es években volt szerencsém azon felnőni, úgymond a rock zenéből, ugye a Pink Floyd, Emerson Lake & Palmer, Deep Purple, tehát ők tulajdonképpen valahol visszatérnek, vagy valahol lubickolhatnak ebben a bartóki műfajban, nem? Tehát mégis azért nem Mozartról, vagy nem másfajta klasszikus zenéről. Bartók már egy kis átvezetés volt a modern zenében, nem? Hát a New York Times azt írta annak idején, hogy ő az első rockzenész, tehát Jimi Hendrix, Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker, mindannyian a Bartókra hivatnak, Herbie Hancock, Chick Corea, mindenki azt mondja, hogy az ő nagymesterük az Bartók Béla. És én, amikor New Yorkban játszottam, a legtöbbet felvett basszusgitárosok, a Bee Gees-nél, a Paul Simon-nál, a Herbie Hancock-nál, a Chick Corea-nál, tehát teljesen különböző stílusú zenékben a legtöbbet felvett basszusgitárosok, egy nagyon jó barátom, ő elvitt Harlembe, a afroamerikai kultúra centrumába, és megmutatta a saját lakásába, ott láttam a legnagyobb Bartók gyűjteményt, a második legnagyobb Bartók gyűjteményt egy japán zenész barátom mutatta meg Tokióba. Tehát Bartók Béla az etalonja a világ zenéjének. Szóval literes közvetítői lesznek akkor az ennek, ebben bízhatunk. És akkor 24-e Bazilika, és azt még nem mondtuk, hogy ingyenes koncert. Ezt 19 órakor kezdünk, kőkeményen elkezdjük, mert hosszú, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk, tehát szombat este 21-én a Bazilika előtt a nagy téren. Nagy örömmel várjuk. Köszönjük szépen. Lehettem. Köszönöm szépen.